Sziasztok, itt tartok most. Ugye beraktam hungarocellal a réseket a szarufák között. Aztán, amint látható, bent vannak a nyílászárók. Van már áram is. Aztán ide alulra levágtam a lambériákat. Meg oldalról a réseket beraktam itonggal. Menjünk el, nézzük meg hátulról is. Na, így nézzünk ki most, nagyjából. A hungarocell vágáshoz egy ilyen kést használtam. Nagyon hasznos dolog volt, ilyen kis munkához szerintem. Tökéletesen megfelel, 15 centi vastag hungarocell tud elvágni. Ami nem csak hungarocelt, hanem XPS táblákat is. A villanyt azt nem én csináltam, hanem villanyszerelő, és közkívánatra be is került a falba a cső, tehát nem külső védő csöveken megy. Ugye részben van szerelvényezve, csak annyira, hogy legyen egy pár működő konnektor egyelőre, majd a teljes glettelés után lesz ugye a többi. És az előző videómban ugye mindenkit buzdítottam, hogy akár villanyt is szerelhet, mert az se kivitelezhetetlen, viszont ezt a törvény tiltja, úgyhogy ne szereljetek otthon villanyt. Csak aki villanyszerelő, bízzuk ezt szakemberre, mert elég egy rossz kötés, hogy tűz keletkezzen, vagy akár áramütés érjen valakit. Erről annyit kell tudni, hogy 4 áramkör lesz. Azt mondja, egy a világításnak, aztán egy a ezen a falon lévő konnektoroknak, aztán itt a másik lévő másik falon lévő konnektoroknak egy újabb áramkör is, és még van egy, ami még nincs használatban, de tervben van egy klímaberendezés, és még az kapott így egy külön áramkört, ami most még nem aktív. Ugye itt lesz fönt, hát ez itt még ugye nem a végleges kialakítása. Hát itt nagyon látszik, a vezetékek össze is szólnak, mert még a régi nincs kikötve belőle. Szóval itt az egy csillár kapcsoló lesz, külön lehet majd ezeket kapcsolni, és ezek olyan fajta LED műhelylámpák, hogy lehet sorba kötni őket, tehát ezt bővíteni fogom majd később, tehát nem csak egy-egy világító test lesz, hanem kettő-kettő a tervek szerint. Vissza van javítva a fal. Nyílászárókat sikerült jól beépítenem, működik rendesen mind a három. Aztán már itt vannak a XPS lapok, ez majd a nyílászáró köré ezeket fogom fölragasztani. Hát különböző vastagságúak, attól függ, hogy melyik területhez mekkora az optimális. És akkor egyelőre itt tartok. Hát nem mindenről készült videó, amiről van, azt most láthatjátok, aztán még a videó végén majd elmondom a további terveket. Thank you.
próbálom berakni a ablakot, majd utána az ajtót. Be van állítva teljesen, de még ilyet sem csináltam, remélem sikerül. Ezt a csavart kéne úgy belehúzatni, hogy a tokot majd ne húzza el. Vitomba nem fúrtam neki elő. Nem ér be addig a behajtó. Nem is baj, majd kézzel, érzéssel húzom meg, nehogy túlságosan meg legyen húzva. Hát nem volt egyszerű ezt a tokot így bepozícionálni elsőre. Úgyhogy még nem csináltam eddig ilyet. Simán belement a falba, előfúrás nélkül is. Nem is kézzel húzom le, hanem ezzel megpróbálom. Elég gyenge kis szerkezet. Úgy kéne, hogy ne nagyon húzza el a tokot. Nagyjából egyforma erővel. Na, elvileg mind meg van húzva egyforma erővel. Úgy tűnik, hogy nem ment el, ha minden igaz. Jónak néz ki. Na, most kéne visszarakni az ablakot bele, megnézni, hogy csukódik-e, megnyitódik. Nagy nehezen sikerült visszarakni, nem volt könnyű. Most. Működik, úgyhogy lehet fújni purhabbal. Vissza le kéne venni az ablakszárnyat, de hát én már biztos, hogy nem fogok vele erőködni, hanem küldöm neki a púrhabot. Az éket nem kell kivenni előtte? Aha.
éket az majd csak a burha már megködött, de... Burhabozás se szabad nagyon túlzásba vinni, mert akkor meg megnyomja a pokot. És nem fog az ablak becsukódni. Sikerült berakni a nyílászárókat, szerencsére úgy működnek, ahogy kell. Az ablak az viszonylag, mondhatni, könnyebb volt, az ajtó viszont az hát elég problémás volt, azzal elég sokat elbíbelődtem, de ugye még soha nem raktam be nyílászárót ezelőtt. Azért, aki majd elsőre próbálkozik ezzel, az számítson rá, hogy nem megy olyan gyorsan, mint a
videókba, amik esetleg vannak róla a YouTube-on, ahol ilyen 3-5 perc alatt beépítenek egy ablakot. Az ajtótok az elég gyenge, mondjuk ez a létező legolcsóbb ajtó, ami kapható, de az nagyon nagyon ilyen nyeklős, nyaklós volt, szóval azzal elég sokat bíbelődtem. Most még kitöltöm a ékeknek a helyeit fúrhabba. Úgyhogy az ajtóval megküzdöttem rendesen, mondhatni. De azért csak sikerült. Hát ezzel két délutánt elbíbelődtem. Jó, volt az előbb látható ablak, meg majd mindjárt megmutatom, még van egy kis ablak is. Az ajtó is teljesen korrektül működik, könnyen záródik. Úgyhogy úgy gondolom, hogy jól sikerült. Még itt az ablaknál is a lyukakat benyomom. Na, van rajta egy ilyen kis világító ablak. Hát ez volt a legolcsóbb szinte, ami ma elérhető, ilyen mellékbejárati ajtó néven fut. De pedig került egy ilyen bukónyíló ablak. Egy 90x120-as. Úgyhogy ez a három nyílászáró volt nekem így elsőre, két délután. Hát úgy délután, hogy ilyen 4-től 8-ig bezárólag. De jó sikerült, mert jól működik mind a három, aminek örülök, hogy így összejött. Úgyhogy én azt mondom, hogy nyugodtan megpróbálkozhat otthon mindenki ezzel is, csak hát időt kell rá szánni, meg sok türelem kell hozzá, hogy normálisan be legyen állítva, hogy aztán a végén normálisan működjön. Szóval a további tervek az lesz, hogy ugye bejavítom az ablakok és az ajtó körül a falat, aztán mi hamarabb le akarom hálózni, meg glettelni, és ebbe szeretnék tanácsot kérni tőletek, hogy mi lenne az a módszer, ami a legkevesebb munkával egy elfogadható felületet adna, amire már lehetne festeni. Az oké, hogy hálózás, glettelés, de konkrétan milyen háló, milyen glett, hányszor glettelni. Ilyesmiben, ha valaki tudna segíteni, az annak nagyon örülnék. Tehát nem az a cél, hogy a világ legjobb, legszebb fala legyen, hanem hogy azért korrekt kinézete legyen neki, viszonylag, hát a lehető legkevesebb befektetett munkával. Belül majd még később fogom
Itt ugye először még a mennyezetet meg kell csinálni, meg ugye itt majd lesz még egy kis közfal, itt a WC-nél. Szóval, ha valaki tud ebben segíteni, azt előre is köszönöm, írjátok meg a komment szekcióban, mi lenne az a módszer, ami a egy ilyen műhelynek a legoptimálisabb lenne, hogy ne is vigyük túlzásba, azért korrekt festhető falfelületet kapjunk a végén. Na, előre is köszönöm a segítséget, sziasztok!